Köszöntöm Önöket, ez már a Pécs TV sportmagazinja. A Peac közel 100 éves történetében először NB1-es felnőtt női röplabda csapata lesz a következő szezonban. Ráadásul az elmúlt napokban együttműködési megállapodást is kötöttek a pécsiek a régió legjobb és legerősebb együttesével és annak akadémiájával. A mai műsorban szó lesz arról is, hogy a PSN ZRT úszói már csobbanhattak az ANK 25 méteres medencéjében. Ennyit röviden, felkészültek? Akkor rajt! Összevont edzéseket tartunk így a koronavírus engedményének köszönhetően. Akik itt maradtak Pécsen, illetve a pécsi utánpótlás csapat, akik az én korcsoportom volt, ez az U19-U21, hogy nekik egy ilyen összevont edzést tartunk, mert sok az érettségiző, illetve nagyon kevés a pécsi a felnőtt csapatból, akik most itt maradtak, illetve részt tudnak venni az edzéseken. Ezért a limitált edzéshelyünk miatt összevont csoportokban tartunk edzést a kedden és a pénteki időpontokban. Én úgy gondolom, hogy ez nem annyira probléma, hogy fiúk-lányok együtt edzenek, alapképességeket fejlesztünk, labdás képességeket inkább, próbáljuk picit visszarázni a játékosokat a játéknak a menetében. Az elmúlt szezon volt talán az egyik legvegyesebb, mivel addig kispadoztam, viszont az elmúlt szezonban már stabil kezdőjátékosnak mondhattam magamat. Ellenben sajnos nem sikerült azt az eredményt elérnünk, amit szerettünk volna. Nehéz volt a szezon, sok sérülés volt, kevesen voltunk. Sajnos volt olyan, hogy a minimális 8 létszámmal kellett egy meccset végigjátszanunk, és valahogy ez nem sikerült, de remélem, hogy az idei szezonban mind kamatoztatni tudjuk és bepótolni. Vegyes érzések voltak bennem igazából. Nem úgy szerepeltünk, ahogy kellett volna, meg ahogy elvártuk magunktól, de igyekeztük a lehető legjobban nyújtani. A vége fele már kicsit azért ilyen nyögvenyelősen ment, de remélem, hogy az idei évben sikerül helytállnunk, meg kijavítanunk a tavalyi bakit. Hát annyira nem alakult jól, mint mi szerettük volna, bevallom őszintén, mert a csapat a rájátszásban hátsó helyet foglalt el, ugye végeredmény nem lett, de a jó hangulat, meg a játék azért nem volt rossz, csak kicsit többre számítottuk magunktól. Tűztetek ki bármiféle célt az idén kezdetekor? Hát a felsőházba szerettünk volna végezni, az lett volna jó, hogyha tovább jutunk a rájátszásba és a felsőbb között az első háromba végeztünk volna. De hát sajnos ez már az első pár hónapban eldőlt, hogy nem lesz meg. Utána még küzdöttünk, hát az utolsó pontok még úgy számítanak, de nem volt elég sajnos. 2015-ben kezdtem el a Peacnál még juniorban röplabdázni, és egy év után kerültem be a felnőtt csapatba, és azóta játszom a felnőtt színeiben. A tavalyi szezonban kezdőjátékos voltam, és egy center poszton középen, és hát igazából annyira nagy sikereket nem értünk el az előző évekhez képest. A vírus miatti leállást hogyan élted meg? Nehezen, mert minden nap mozogtam volna, ugye, és akkor jött ez a karantén helyzet, akkor inkább már csak otthon volt rá lehetőség, hogy mozogjunk. Ugye nekünk is leálltak az edzések a teremben, aztán nagy megkönnyebbülés volt, amikor ki tudtunk menni újra a strandra, illetve hát most ide a terembe. Nehéz, amikor be vagyunk állva egy heti 3 edzésre, minden hétvégén meccs, és akkor hirtelen leállás és semmi. És azért nehéz volt az elején, de hát edzésterveket kaptunk otthonra, amit ugye 4 heti 3-4-szer meg kellett csinálni, erősítő jellegűek, és hát amint lehetett visszatértünk, és újra pályán voltunk, mint most. Mi pont a rájátszásból 2 darab meccset tudtunk lejátszani, az alsóházban sikerült végeznünk, viszont nagyon vártuk volna ezt a rájátszást, hiszen itt már tényleg olyan csapatokat tudtunk játszani, akik velünk egy azonos szinten voltak, és kiélezett mérkőzéseket tudtunk játszani. A legutolsó mérkőzésünk nekem nagyon emlékezetes maradt, egy sajnos 3-1-re elvesztett több mint 2,5 órás Győr elleni meccset sikerült játszanunk.
azért volt ilyen emlékezetes, mert szerintem a csapat az egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, és nagyon sajnáljuk, hogy félbeszakadt. Én személy szerint nagyon rosszul értem meg, hiszen mint gyógytanász hallgató, nekem a vizsgai időszak azért elég kemény, és a sportban szoktam levezetni minden feszültséget, amit akkor megillek. Erre most sajnos nem volt lehetőségem, csak az otthoni edzések keretében, viszont az jelentősen kevesebb, mint amit itt tudok edzeni. A tanulmányaim eléggé megkövetelték az odafigyelést, úgyhogy ennek teljes mértékben eleget tudtam tenni. Hát az edzések, a mozgás kicsit hiányzott igazából, de jobban koncentráltam a tanulmányaimra. Hamarosan innen folytatódik a röplabdaedzés, előtte azonban nézzenek meg egy tudósítást arról, hogy a napokban a PEAC női röplabda szakosztálya együttműködési megállapodást kötött az első MCM Diamant Kaposvári női röplabda klubbal és annak akadémiájával. A sportág nagyon sokat fejlődött az utóbbi években. Egy picit az ilyen megtűrt sportág kategóriából hirtelen látványcsapat sportággá váltunk. Ennek minden előnyével és minden hátrányával. Én azt gondolom, hogy ezek az előnyös dolgok, amelyekre most itt sor kerül néhány perc múlva, hiszen egy olyan együttműködés kezdődik meg az egyetem, illetve Kaposvár csapata között, kaposvári csapatok között, amelyek országos jelentőségűek, de mindenféleképpen a régió röplabda sportágában egy mérföldkőnek tekinthetők. Én azt gondolom, hogy a röplabda sportág immáron elért arra a szintre, hogy valóban egy komoly sportági tényező legyen az ország sportjában, viszont ehhez ilyen partnerek kellenek, mint akár a Pécsi Tudományegyetem, akik nem csak és kizárólag azt látják, hogy valóban ez egy jó időtöltés a hallgatóknak, hanem akár a versenysportba is bele tudnak postolni ezáltal a hallgatók, illetve későbbiekben azok a sportolók, akik ide jönnek majd, akár a Pécsi Tudományegyetem hallgatóivá tudnak válni a fiatalok közül. Éppen ezért van itt ugye a Röplabda Akadémiának is az aláírása az asztalon. Ami a PEAC röplabda szakosztályának egy fontos mottoja, filozófiája, hogy színvonalas amatőr versenysportot kíván megvalósítani. Itt minden szónak számunkra nagyon fontos mondani valója van. A színvonalas kifejezés alatt azt tartjuk fontosnak, hogy szakképzett edzők foglalkoznak a gyerekekkel, hallgatókkal. Van egy szakmai koncepció, amely mentén halad a munka. Országos bajnokságokban versenyeznek a csapataink. Emiatt úgy gondoljuk, hogy a színvonalasságot ebben meg tudjuk valósítani. Az amatőr sport jelleget is nagyon fontosnak tartjuk. Játékosaink döntő többségben munka vagy tanulás mellett sportolnak. Elhangzott már korábban, hogy nagyon fontos, hogy a tanulás és a sport összhangját megtaláljuk. Valóban mi is így látjuk, emögé teljes mellszélességgel ott tudunk állni, mert mi is így látjuk, hogy ennek van igazán jelentősége a mi céljaink szempontjából. 3-4 edzéssel hetente tudunk így tervezni. Ez az az edzésmennyiség, amellyel próbálunk mind a két feltételnek megfelelni, tehát a sport szakmai céloknak és a tanulmányi céloknak is. Harmadik fontos jellemzője a mi küldetésünknek, ugye a színvonalas és amatőr jelleg mellett a versenysport, ami azt jelenti, hogy mindemellett, hogy amatőr sportolókkal foglalkozunk, mindig komoly célokért küzdünk, mind csapatszinten, mind pedig egyéni szinten. Csapatszinten nyilván a minél jobb bajnoki eredmény elérése, de nekünk ugyanolyan fontos egyéni szinten, a játékosok szintjén, hogy ők fejlődjenek, ők is előre tudjanak lépni évről évre. Sok
következő percekben a PTP Alcsony röplabda csapatának új edzőjét fogjuk megismerni. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Kezdjük talán azzal, hogy egy picit bemutatkozom, mesélj magadról, milyen pályafutás van eddig mögötted. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Kaposvárról érkeztem, kaposvári nevelési játékos vagyok, ott kezdtem pályafutásomat. Majd érettségi után Budapestre költöztem, mert az akkori Budapesti Sportegyesület hívott el a csapatába. Ott játszottam 4 évet, 4 sikeres éven vagyok ott túl, hiszen 3-szoros magyar bajnokok lettünk és 2-szeres magyar kupagyőztesek. Mellett az utolsó évben 3. helyezettek lettünk a bajnokságban, és ezüstérmesek a magyar kupában. Utána Újpestre igazoltam 2 évre, és úgy hozta a sors, hogy Orosz Ferenc sose engedte el a kezem, minden évben megkeresett, és így visszakerültem Kaposvárra. Itt szemtanúja voltam, tehát test közelből éltem át azt, hogy a kaposvári röplabda klub, mondom, az amatőr feltételek mellett, hogy fejlődik profi klubba, hiszen akkor még az Exaliga NB1 csapat 8. helyzet csapata voltunk, majd szépen mentünk felfele, és végül a tavalyi szezont az első helyen zártuk, igaz, sajnos a koronavírusnak köszönhetően nem lett helyezés, de úgy emlékszem arra vissza, hogy mi lettünk abban a szezonban a bajnokok. Annó, hogyan találkoztál ezzel a sportággal? Én nagybajomi származású vagyok, az Kaposvártól egy 25 kilométerre lévő kis falu, most már város. Ott kezdtem el a röplabda alapjait. Az akkori nevelőedzőm Nagy Zoltán, akivel még általános iskola 3. osztályában találkoztam, és ő említette nekem, hogy menjek röplabdázni. Fogtam a lehetőséget, és szerintem jól döntöttem, hisz nagyon jól ment már az elején is. Nagyon élveztem a sportot, hogy csapatban lehetek, hogy egy közösséghez tartozom, és onnan kerültem ugye Kaposvárra, majd Budapestre, és újra vissza Kaposvárra. Több eredményt is felsoroltál már, ezek közül melyikre vagy a legbüszkébb? Hát ugye én utánpótlásban is szép eredményeket értem el. Azok közül kiemelném az ifjúsági kupa győzelmeket. Akkor egy nagyon jó társaságban voltam, nagyon jó edzővel, hogy arra emlékszek vissza szívesen. Meg nagyon sok élményem van, nagyon sok eredmény, nem is tudom melyikre böknék most rá, hogy melyik a legemlékezetesebb. Talán még Budapesten, mikor Holosi László volt az edzőm, akkor kerültem be kezdőcsapatban, és akkor bajnokok lettünk, és még az ilyen szép emlék számomra. Meg akkor mondok egy harmadikat is, az meg itt Kaposváron, hogy nem a tavalyi, hanem az előttei, mikor a Szesával sikerült kiharcolnunk, hogy ugye az NB1-et megnyertük, és feljutottunk az Exaligába. Amikor elindultatok az NB2-ben, akkor gondoltad, hogy egy év múlva NB1-es játékos lesz belőled? Nem, én sose gondoltam, hogy NB1-es játékos lesz belőlem, hogy őszinte legyek, de mindig is azért a szívem mélyen egy akadásnak szerintem ott van, hogy hát, ha majd egyszer, de nem gondoltam volna. Most ősszel biztosan nem számítottam ilyesmire. Hogy jött össze az NB1? Hát, ez egy érdekes történet. Mivel hogy a koronavírus miatt az egész NBA-nek sem lett lezárt végeredménye, így nem volt feljutó, sem kieső, így igazából meghirdették, hogy nevezni lehetett az NBA-re, és hát így minket is szeretettel vártak, és hát az Egyesület meg mögénk állt, és azt mondta, hogy próbáljuk meg. Ezt ti játékosok hogyan fogadtatok? Egy picit berezeltetek tőle, vagy pedig örömmel fogadtátok? Igazából kíváncsian várjuk az egészet, szerintem én azt látom mindenkin, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy fogunk teljesíteni majd. Mindig nézzük a többi csapatot, hogy milyenek lesznek, és mennyire van lehetőségünk jobb helyezést elérni. Nem mondom azt, hogy berezeltünk, szerintem nem. Egyetlen egy játékoson sem azt láttam, inkább úgy vagyunk vele, hogy magunk teljesítményére vagyunk kíváncsiak, hát az új edzővel mit tudunk elérni. Teljesen más kávéház az NB1, mint az NB2 volt? Teljesen más színvonal és szint, sőt a maga a helyszín, a megrendezés, a terem, nagyon-nagyon sok minden plusz kell az NB1-hez, mint az NB2-hez képest. Szóval kíváncsiak leszünk, de most több NB2-es csapat is lesz úton a NB1-be, szóval talán itt több esély van. Volt már szó róla, hogy
felkerülünk NB1-be, akkor viszont még nem tartottuk a csapatot elég erősnek ahhoz, hogy ebben a bajnokságban elinduljunk, viszont úgy gondolom, hogy idén minden feltétel adott. Én az edzőváltásnak személy szerint nagyon örülök, hiszen egy teljesen új szemléletet és vérfrissítést fog hozni a csapatnak, és én úgy gondolom, hogy ha megtartjuk azt a tüzet, amit sikerül így a karantén előtti időszakról áthozni, akkor igenis helyt fogunk állni, és bent fogunk maradni. Hát mindenképpen egy nagy kihívásnak találom, és tartom, főleg ugye, hogyha az előző évet tekintjük. Megpróbálunk a lehető legjobban helyt állni. Én örülök, hogy megpróbálunk megfelelni ezeknek a nagyobb kihívásoknak, és mindenféleképpen a tisztes helytállás a cél. Meglepődtem. Nem tudom, hogy milyen lesz a színvonal, még sose játszottam NB1-ben. Kíváncsian várom, hogy mi fog következni ezután. Ezért figyeled a csapatokat, hogy kikkel találkozhattok majd? Hát én ezeket nem igazán szoktam figyelni, néha egy-egy meccset nézek, döntőket, de ez csak az extra ligára vonatkozik, amiket nézek, úgyhogy nem ismerem a csapatokat. Rövidesen visszatérünk ide a Pollák teremben, előtte azonban arról, hogy valamivel több mint egy hete használhatják már az ANK 25 méteres medencéjét a PSN ZRT úszói, valamint az utánpótláskorú vízilabdázók, sőt a szinkronúszók is. Körülbelül egy hete kezdődtek el az edzések, ugye ez egy átmeneti állapot, a heti 10 edzésből egyelőre csak heti 4-et tudnak a versenyzői csoportok úszni, illetve hát a helyszín adott az idő, adott a hely, úgyhogy a másik két szakosztálya osztoznunk kell egyelőre, kompromisszumokat kell kötnünk, úgy gondolom, hogy mindenki el tudta kezdeni az úszást, és ez a lényeg. Kik azok, akik itt edzhetnek? Egyelőre csak az igazolt sportolók tudnak itt edzeni, úgyhogy az oktatás, illetve az alatta lévő előkészítő csoportok sajnos még nem tudnak vízbe jönni. Mely szakosztály sportolói? A PSM úszó szakosztály sportolói vannak, ugye a válogatottal most már lassan másfél hónapja tudunk itt edzeni, és akkor egy hete kaptuk meg az engedélyt, hogy igazolt sportolók is részt vehetnek edzéseken. Milyen szabályokat kell betartani? Elég szigorú szabályok vannak, ugye névsort le kell adni, maszkba jöhetnek be a gyerekek, illetve hát két szülői nyilatkozattal, amit két hetente ki kell tölteniük. Megadott útvonalon jöhetünk be az úszodába, a csoport nem találkozhatnak egymással, illetve a létszám is limitálva van. Természetesen a szülők és a sportolók is együttműködőek, úgyhogy görbülékenyen megy ez a dolog. Két hónap kihagyás után milyen formában érkeztek vissza a gyerekek? Hát mindenki van egy pici súlyfelesleg, az látszik, hogy ez a karantén egy kicsit elkényelmesített őket, viszont nem annyira szörnyű, mint amennyire számítottunk. Nagyon szépen úsznak a gyerekek, nagyon várták már, főleg a találkozást, nem is azt mondom, hanem is az edzés, de az, hogy most újra együtt lehetnek, ez egy nagyon jó közösségépítő kis dolog, ahogy itt el tudjuk kezdeni az edzéseket, és szépen úsznak, úgyhogy örülünk. Tudtok-e valamit a versenyekről? Az a baj a versenyekkel, hogy egyelőre ugye a korlátozások feloldása és sokszor ellentmond egymással egy-két rendelet, úgyhogy nem nagyon tudjuk, nincs fogózkodó. Tervek vannak az úszószövetség részéről, illetve hát itt a régiónban egyelőre csak Kaposváron kezdődhettek meg az edzések, ott házi versenyt, már beszéltünk az ottani kollégákkal, hogy próbálunk valamit, de hát ugye itt is limitálva van a létszám, nem tudjuk hogy egyelőre, hogy lehet kivitelezni ezt a dolgot. Napi szinten figyeljük ugye a szabályoknak a módosulását, és hát tervezünk, de egyelőre minden csak terv. Én is örömmel veszem ezt, hogy most már vízbe tudunk menni. Nyilván egy pici nehézséget azért okoz az, hogy az 50 méteres medencet még egyre nem tudjuk használni, ugye műszaki okok miatt egyelőre felújítások vannak, de hát ahogy látom, ott gőzerővel dolgoznak, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy néhány héten belül be tudunk menni. Hát addig viszont meg kell oldanunk közel 150 vízilabdás gyereknek az edzés lehetőségét, úgyhogy nevelési központba itt edzünk a szomszédba, Kaposvárra fogunk a jövő héten átjárni, voltam
a héten Beremben, Nemdedi, próbálom föltérképezni a szabad vízfelületeket itt nem csak a városban, hanem a térségben, lassan megnyit a Pollákstrand is, úgyhogy és próbáljuk beosztani a csoportokat, hiszen a jövő héttől már nyári táborozni szeretnénk. Az volt az elvünk, amikor itt kialakítottuk a nyári programot, hogy minél több segítséget tudjunk nyújtani a családoknak. Tehát ugye most a Covid helyzet miatt nagyon sok családba ugye ki kellett venni a szabadságokat. Nem olyan nyár lesz ez, mint a megszokott nyarak. Nekünk meg úgy a kötelességünk vigyázni a gyerekekre napközben, úgyhogy ezt próbáljuk valamilyen úton, módon megoldani. Ezúton is nagy köszönetet kell, hogy mondjak szinte minden uszoda vezetőnek, mert nagyon-nagyon kedvesen és nagyon segítőkészen fogadtak, illetve hát a szülőknek a türelmét is köszönöm, mert nagyon az utolsó utáni pillanatokban jönnek ki ezek a programok, hiszen, ahogy mondtam, nem annyira nagyon egyszerű a dolog, de most már úgy néz ki, hogy szépen sikerül megoldani, úgyhogy ha minden jó megy, akkor el fogunk tudni menni jó néhány csoporttal edzőtáborozni is, és hát amikor meg elindul a hullámfürdő, akkor meg remélem, hogy minden visszatér a légkerékvágásba. Egyelőre csak ilyen úszós, alapozós edzéseket tudsz tartani, vagy már labdás edzéseket is? Hát azokon a helyszíneken, ahol lehet labdázni, meg ahol a medence alkalmas, ott próbálunk, egyelőre még olyan sok nincsen ebből, szépen lassan majd jön a labda, és igazából én úgy gondolom, hogy azért még nem az alapozás, hanem egy picit inkább, hogy is fogalmazzak, az elmúlt 2,5-3 hónapnak a kihagyásnak a visszaszerzése, a forma visszaszerzése, nagyon oda kell figyelni ilyenkor a fokozatosság elvére, tehát nem szabad ilyenkor fejjel menni előre, és azon gondolkodni, hogy úristen, most 3 hónapig nem dolgoztunk, akkor most mindent bepótlunk, tehát nagyon oda kell figyelni az edzőknek arra, hogy megfelelően felépítsék az edzéstervet. Nagyon örülök annak, hogy sok játékosunk azért az otthoni helyzet alatt is megcsinálta a szárazföldi edzéseket, és fizikálisan jó állapotba jött vissza, gyakorlatilag a 10 éves kortól a 19 éves korig, aztán fociznak is a fiúk, úgyhogy egy picit tényleg így ilyen visszarázódó szituáció van, ami meg különösképpen öröm az, hogy közel 100%-os a létszám, akik az edzésen részt vesznek, tehát szinte egyáltalán nem volt lemorzsolódás. Én egy picit féltem attól, hogy vajon mennyien fogják újra kezdeni a vízilabdát, mennyi gyereket fog az e-sport beszippantani, de szerencsére egyelőre mindenki itt van, és azt kell mondjam, hogy inkább nagy várakozással tekintenek az időszak elé, nagyon várják már a rendes vízilabda edzéseket, úgyhogy ilyen tekintetben azért ez nagyon nagy öröm az én számomra, és ahogy mondtam, nagyon bízom abban, hogy tényleg hamarosan már mindenki olyan vízilabda edzéseken tud részt venni, amilyet megszokott az elmúlt években. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy végre így több mint 2 hónap után mi is most már tudunk vízben edzeni. Nehéz volt ez az időszak számunkra, a sportolóknak is, és nekünk edzőknek is. Megérződik a lányokon ez a hosszú kihagyás. Végig tartottuk velük a kapcsolatot, nem engedtük el a kezüket, kaptak folyamatosan edzésterveket, otthoni edzésterveket, és hát szerencsére egy hónappal ezelőtt már el tudtunk kezdeni szárazon edzeni velük, hát szabadtéri szárazföldi edzéseink voltak, és most jött ez a lehetőség, hogy már második hete tudunk itt edzeni az ANK úszodában, és hát nagyon örülünk neki, a lányok is, mi is. Ez az elmúlt időszak mennyire borította fel a versenynaptáratokat? A versenynaptárunkat teljesen felborította, elmaradt az összes tavaszi versenyünk, elmaradt a hullámkupa is, amit ugye mi rendeztünk volna itt Pécsen, így a nyári versenyek is elmaradtak. Ha minden jól megy, akkor már novemberben megrendezik az országos bajnokságot és magyar kupát együtt, úgyhogy most ez nekünk a következő verseny, amire készülünk. Mennyi idő lesz szerinted, amíg visszatudtok zökkenni a megszokott kerékvágásba, akár a formát illetően, akár az edzés lehetőségeket illetően? Én azt gondolom, hogy legalább annyi időre szükségünk lesz, mint amennyi kimaradt. Hát én bízom benne, hogy másfél-két hónap alatt azért a lányok helyre jönnek, helyreállnak, visszaszerzik az állóképességüket. Ebben az úszodában sajnos még szinkronúzni nem tudunk, tehát alapozással kezdünk, nagyon sokat úsznak, és bízunk benne, hogy minél előbb megnyit majd a hullámfürdő Tanes medencéje, és akkor el tudunk kezdeni majd szinkronúzni is, és gyakorolni a kűröket, a koreográfiákat.
Nagyon örültem a megkeresésnek. Mindenképp tervem volt, hogy edzői pályafutásomat folytatni fogom. Végeztem a Kaposvári Egyetemen, pénzügyi számvitel szakon, és elsődleges célom az volt, hogy abba elhelyezkedjek, és mellette edzősködjek. Akkor még Kaposvár volt az elsődleges cél, hiszen nem tudtam, hogy ilyen jó lehetőségek is vannak. És mikor meghallottam, nem sokat hezitáltam, tehát egyből igen mondtam, nagyon örültem, hogy rám gondolt mind a Kaposvár vezetés, és mind a pécsi vezetés is. Ez egy ugródeszka lehet számodra, ez a PTE piac, vagy hosszú távon gondolkodsz? Ez egy nagyon jó kérdés, mert szerintem így a kettő együtt összetartozik, mert nyilván ugródeszka is, mivel ez az első felnőtt edzői, vezetőedzői pozíció, de nem titok, hogy én hosszú távra tervezek. Aztán meglátjuk, hogy hozza a sors. Mire lehet képes ez a csapat szerinted? Múlt héten nem voltam náluk egy edzésem, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy kik lesznek a csapatomban. Az első benyomásom az volt, hogy egy nagyon fiatal társaságról van szó, egy-két rutinosabb játékossal megerősítve. Nagyon lelkesek, nagyon motiváltak, nagyon sok fantáziát látok bennük. Remélem, nekik is hasonló lesz az elképzelésük, mint nekem, és akkor együtt minél jobb eredménynek képesek leszünk. És igen, röviden ennyi. Megvannak már esetleg a kiszemeltjeid, hogy kiket látnál szívesen a csapatban? Én kaptam egy nagyon bő listát, amiben az U17-től 26 éves korig vannak játékosok. Elsődleges célom az, hogy a rutinosabb játékosok kapjanak főbb szerepet, és őket egészítjük ki a fiatalabb, tehetséges játékosokkal. Mindenkinek bizonyítania kell, nálam mindenki tiszta lappal indul. Nem tudom, hogy ki, hogy milyen szinten áll. Az első edzésből lejött, hogy mindenki nagyon ügyes, nagyon technikás, hogy lehet velük dolgozni, és aki a legjobbat kihozza magából, az kerül majd a kezdő hatosomba. De az se egy olyan stabil hely, mert ez egy csapatjáték, tehát nem kimondottan 6 emberre gondolok, hanem itt 12-en vagy éppen 14-en kell, hogy legyünk, és együtt kell elérnünk az eredményeket. Mindenkinek meg lesz a saját feladata, amire figyelni kell, és ezeket én próbálom beépíteni a csapatba, és ezzel együtt nagyon remélem, hogy tényleg sikeresek leszünk a következő évben. Attól nem féltek, hogy esetleg nehezebb lesz majd csapatba kerülni, hiszen ahogy lehet hallani, Kaposvárról is érkezhetnek majd játékosok? Hát igen, de szerintem elsősorban rajtunk van most a hangsúly, de természetesen szívesen fogadjuk a Kaposvárról érkezőket, illetve mindenféleképpen egy nagy segítség lesz, hogyha onnan jönnek majd le, és reméljük, hogy tudnak majd integrálódni a csapatunkba. Minden esetre szeretettel várjuk őket. Mire lehet képes szerinted majd az NB1-ben a PTE piac? Hát a tisztes helytállásra mindenféleképpen, de természetesen kitűzünk magunknak egy nagyobb célt, és megpróbáljuk a lehető legtöbbet megtenni a siker érdekében. Új edző, milyen? Én már ismerem őt korábbról, szóval nem volt nagy meglepetés, én nagyon kedvelem őt egyébként, én nagyon pozitív személyiségnek tartom, és én nagyon örülök, hogy ő jött ide, és szerintem sokat fogunk tőle tanulni. Műsorunk elsősorban a lányokról szól, hogy a következő szezonban ugye az NB1-ben szerepelhetnek. Ennek viszont van egy negatív hozadéka, hogy a fiúk az NB2-be csúsznak majd vissza. Miért volt szükség meghozni ezt a döntést? Az utóbbi években a fiú felnőtt csapatban kiüregedett egy olyan generáció, aki annak idején saját erejéből feljutott az első osztályban. Ott nagyon sokáig meg tudott maradni, és nagyon szép eredményeket tudott elérni. Sajnos a TAO időtársasági adó pályázat előtt nem nagyon tudtuk felmenő rendszerben a fiú utánpótlást megszervezni. Ez azóta rendeződött, szépen fejlődnek a fiatalok, viszont kiesett egy jó nagy generáció, akikkel nem tudtunk olyan eredményeket elérni, és nem láttuk indokoltnak, hogy a fiú csapatot az első osztályban szerepeltessük, sem szakmailag, sem pedig gazdasági szempontból, és ezért úgy döntöttük, hogy a másodosztály
sokkal inkább a jelenlegi keretnek való lesz, ebből megint föl tudunk építeni egy olyan csapatot, aki esetleg később eljuthat egy első osztályú szintre. Sok sikert a lányoknak az NB1-hez, a mai műsorunkban pontosan ennyi fért, köszönöm a figyelmet. Ha korábbi adásainkat visszanéznék, akkor ezt megtehetik a Pécs TV YouTube csatornáján. Találkozunk egy hét múlva is, addig is minden jót, viszontlátásra!